A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megismerkedhetnek egy fiatal fehérvári diák tehetséggel, valamint az erdei iskolák program sorozatával, emellett pedig bepillantást adunk Nelson, a vakvezető kutya mindennapjaiba is. Tartsanak velünk! Fehérvári diák tehetség a Vörös Marti Színház színpadán. Máltai Korina mindössze 13 éves, azonban már jelentős színdarabban kapott szerepet. Stúdiónkban Kovács Szilvia kolléganőm beszélgetett Korinával és édesapjával. A következő percekben egy ifjú tehetséget és édesapját szeretnénk Önöknek bemutatni, hiszen Máltai Korina múltja, illetve jelene ahhoz képest, hogy 13-14 éves, én azt gondolom, hogy példaértékű lehet a diákok számára itt a városban és a környékünkön. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy itt vagytok velünk. Akkor először édesapját, Máltai Balázs kollégánkat szeretném bemutatni. A Balázs egykori kollégánk, és hát újságíró berkekben ismert. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönjük és itt van velünk kislánya, nagylánya, Máltai Korina is, akiről most ez a beszélgetés tulajdonképpen szólni fog. Igen. No, azt szeretném, hogy először beszéljünk arról, hogy hogyan indult ez az egész. Van ugye egy olyan indítatás talán a háttérben, hogy apukád újságíró, talán lehet, hogy a kapcsolatok hozzátehettek ahhoz, hogy most ma ott tartasz ennyi idősen, ahol tartasz, erről fogunk majd beszélni. Tehát egy picit meséltek arról, hogy hogy jött az életedbe az, hogy te színpadon álljál például. Hát én először a Szabadszínháznál kezdtem 6 éves koromban, előtte pedig táncoltam a Főnixnél, és hát én a mai napig járok a Szabadszínházhoz, Nagy Judit segítségével sikerült idáig eljutnom, és most pedig a Zsigmondala Énekstúdióban vagyok már 2 éve, és hát először ugye a Kafka tengerpartonba kerültem be, 7 éves voltam, 7-8, és ez már hát, a Vörös Marti Színház. Igen, igen, ez a Vörös Marti Színház volt, és hát nekem ez volt az első ilyen nagy színházi szerepem. Igaz, hogy nem volt benne szövegem, de akkor is nekem ez egy elképesztően nagy élmény volt. Aztán ugye továbbra is a Szabad Színháznál játszottam, volt a Tóvirág, ott pedig én voltam a főszereplő, a Tóvirág. Majd pedig hát ugye a koronázási szertartási játékok minden augusztusban, ugye volt a második András, negyedik Béla, és hát én a következőből sajnos kimaradtam, és utána pedig a harmadik Andrásba volt szerencsém most az utolsóba benne lennem, és most kezdtem el ugye 2 éve a Zsigmondala Énekstúdióhoz járni, hát most folyamatosan vannak előadásaink, most volt 2 dupla előadásunk, Abigail, Rómeus Júliából is most dupla volt. Jó, most ne szaladjunk még ennyire előre, mert most nagyon hirtelen összesűrítettél mindent, de én azért egy picit részletesebben is erre kíváncsi lennék apukától egy picit, hogyan láttatok meg benne a tehetséget. Mert azt arra emlékszem, hogy már nagyon pici korától beszéltük azt, hogy ő egy kis színpadra való lány. Igen, hát valóban így van. Már 2-3 évesen, ahogy tudott beszélni, és látott bárhol vörös szőnyeget a televízióban, és vonultak a díjátadásra, ugye Cannes-ban, vagy éppen az Oscar díjat adom, vagy bármilyen díjat látok, mondta, hogy én is a vörös szőnyeget szeretnék majd egyszer. És hát innen indult, persze szerette a kosztümös filmeket, anyukájával nagyon sokat nézett ilyeneket, és úgy magával ragadta ez a szereplési vágy és világ. Aztán egyszer csak az óvónéni mondta, 5 éves korában körülbelül középső csoportos volt, hogy már neki nem is kell elaltatni délután a gyerekeket, ebéd után, evés után, mert hogy ő mondja a mesét már a társaknak, és arra alszanak el. Az igen. Úgyhogy onnan indult, és gyakorlatilag ő már az óvodában a búcsú napján is egy önálló verset, anyuka szerzeményét elszavalta az óvónéniknek, úgy búcsúzott az óvodától, és hát onnantól kezdve igazából már ugye az óvónénik is folyamatosan mondták, hogy
ne is engedjünk befolyást más irányba, mert ők úgy látják, hogy ez az ő útja, hogy maradjon ezen a területen, hogy szerepeljen minél többet. Uh-huh. És aztán ugye később jött a Nagy Juditék által, amit említett az igézőnek a kis csapata, Szabad Színháznak a kis Prikulics gyerek csapata. Hát ugye Judit nekem is régen kolléganőm volt, anyuka utána nézett meg, hát ugye Fertő Lacival is, sok mindenkivel, akivel jobban voltam, általuk is jött az ötlet. De anya volt egyébként, aki nagyon határozott volt ebben a tekintetben, és azt mondta, hogy na akkor most. Én mondtam, hogy jó, persze, majd beszélek a Judittal, meg a Lacival, meg majd hol, majd elvisszük, és akkor egyszer csak ő mondta, hogy na akkor most vigyük, és elvittük. Anyuka azért azt elmondhatjuk, hogy tanítónéni, és hát azért hát, látja. Kicsit, igen, hát gyerekekkel foglalkozik Pátkán, igen. Tehát azért ő látja, nem csak úgy, mint szülő, hanem hogy mint tanító is, hogy érdemes esetleg ezzel foglalkozni. És aztán iskolában, ugye a Német László általános iskolában jársz, azt elmondhatjuk, és azért, ha jól tudom, akkor ott is voltak szerepléseid folyamatosan, ugye? Persze, szoktak felkérni verset mondani, évzárokkor, évnyitókor, tehát nagyon támogató iskola ebben a szempontból, és a tanulásban is segítenek, ha mondjuk szereplésem van, tehát egy nagyon elfogadó iskola, és igen, mindig adnak nekem szerepeket, most mondjuk lesz a szüreti bál tavasszal, és szülői ott bál. Is szülői bál, hát igen, és hogy oda is most felkértek énekelni, tehát tényleg segítenek ebbe. Na most a Zsigmond Lala énekstúdióhoz hogy jött? Mert gondolom az adott volt, hogy van egy jó hangod. Igen, szerettem volna nagyon énekelni, és tovább szerettem volna magamat fejleszteni, és hát anya pedig rátalált a Zsigmond Lala énekstúdióra, és hát elmentünk először egy koncertjükre, egy gálára, egy gálaműsorra, amit ők csináltak, és hát nagyon megtetszett, és rögtön fel is hívtuk őket, hogy hát akkor szeretnék ide járni, és igazából ez így jött, de nagyon sokat fejlődtem azóta, imádom azt az énekstúdiót, most a Rebeka című műzékerrel készülünk, és a Légy jó, mint haláliggal. Hú, már nagyon várom. Igen, ennek az énekstúdiónak ugye idővel aztán lett egy ilyen kis műzikál csapata, Lala külön foglalkozik velük csoportos foglalkozások keretein belül az egyéni érekorák mellett, és akik mind a kettőre járnak egyénire, és musical csoportban is ők szerepelnek folyamatosan vidéki településeken, Zalakaroson rendszerint van visszahívásuk, fellépésük ott az egyik ilyen luxusabb kivitelű szállodának a báltermében, vagy nagytermében, több más vidéki helyszínen is rendszeresen hívják őket vissza, ügyesen megtanulják ezeket a nagy musicaleket a maguk módján, és hát most a Köfénben is több teltházas előadást adtak. Abigailből, Rómeós Júliából legutóbb, úgyhogy ügyeskednek. És hát ott tényleg a Lalánál a 7-8-9 évestől a felnőttekig van minden korosztály képviseltetve, és közülük is nagyon sokan beállnak a gyerekek mellé a musical csoportba, és ugye érdekes látni, hogy a felnőttek meg a gyerekek hogyan ilyen édesen és jól együttműködve tudnak együtt szerepelni ezekben a darabokban. Iskolára áttérve még egy icipicit, amit ő is mondott, igen, a Német László iskolában támogatják az ő tevékenységét, amire szükség is van, mert hát például mondjuk a Beatles.hu, amiben most szerepel Corina, az egy nagyszabású darab, és október közepén, amikor indultak a próbák, akkor ő gyakorlatilag december elejéig, a bemutató napjáig, hát nem sokat mutatta meg magát az iskolában, nem tudott, hát reggeltől estig volt, amikor a napi 10-11 órányi próba volt. No, pont erről akartam beszélni a Beatles.hu-ról, meg hogy akkor hogy sikerült ezt kivitelezni. Hogy jött ez a lehetőség egyébként? Gondolom, hogy ezért adott volt már az, hogy többen láthattak már színpadon. Igen, hát ugye említettük ezt a korábbi szereplését, meg a koronázási szertartási játékokbéli szerepvállalását, és hát olyan színészekkel állt ő együtt színpadon, például a Kafkában, mint Gáspár Sárdot, aki a mai napig is az utcán megáll, és beszélget vele, és érdeklődik, és rendszerint lekolleganőzi, lekolleginázza, és tehát olyan impulzusokat kapott ezáltal a nagyobb színpadi szereplés által is, hogy a mai napig ez gyakorlatilag lő ki őt előre, és bíztatják most is a Beatles.hu-ban a
budapesti kollégái is azt mondták neki legutóbb, hogy hát de hú, neked is majd egyszer a Madách Színházban, vagy valamelyik ilyen nagy pesti zenész színpadon lenne helyed, és ettől most amúgy is dupla lelkesedést, vagy triplát kapott, tehát el sem lehet rángatni a színpadról, és közben egyébként kineveltük az ország talán legfiatalabb hatalmas Beatles rajongóját is. Nézd meg a cipőjét, mint pólóját, tehát nem akármi. Na mesélj egy picit erről az előadásról, hát azért most, hogy apa elmondta, hogy neked azért az iskola valamelyest rovására ment, de gondolom a tanulmányaidnak nem, csak hogy egy kicsit több teret adta. Igen. Ezt hogy tudod a kettőt együtt csinálni, és hogy zajlottak ezek a próbák? Meg hát az előadás. Hát ugye mondtam, hogy nagyon elfogadó az iskola, és ebben nagyon sok mindent segített. Nekem az osztálytársaim mindig elküldték a házi feladatokat, órai munkákat, amit rendszeresen bepótoltam hétvégenként, amikor nem volt próbám. Vasárnap általában nem szokott lenni, és igazából most volt a legjobb bizonyítványom, tehát igazából a tanulásomat nem befolyásolta, az iskola ezáltal támogató volt, tehát nem volt problémám igazából ennek kettő összeegyeztetésével. Hát az előadás pedig, úristen, hát teljesen magával szippantott. Hát én egy őrült rajongót játszom, egy Paul McCartney rajongót. Nekem a valóságban... Nem olyan nehéz eljátszani. Igen, nekem a valóságban is Paul McCartney egy elképesztően nagy példakép. Pont most volt, hogy a világon az egyetlen egy olyan ember, aki segített most 3000 gyermek sorsán, és tényleg egy nagyon nagy példakép, és imádom. Már sajnos ugye már 80 éves, most lesz 81, és... Hát még remélem jó sokáig él. Igen, és hát szóval visszatérve az előadásra, én egy őrült Paul McCartney rajongót játszom, Natalie-t, akin egy nagyon nagy XL-es póló van, egy Paul McCartney arcképével, és hát behozott egy borzalmasan nagy, nagyon ronda festményt, és hát én elmagyarázom, hogy ez egy pszichedelikusan intenzív transformációs struktúra, amin ugye le is esik az egyik táncos fiú a nézők közül, aki ugye az egyik nézőt játsza, és hát igen, nagyon nehéz volt először megtanulnom azt a szöveget. Ki mondta ezt a bonyolult szöveget ott a színpadon, vagy ki mondja, és hát ő festette ezt a kvázi, ez a rajongólány, azt hozta el egy ilyen show műsorba, ami a Beatles rajongókról szól, és ott leleplezik ezt a festményt, ami hát nem egy szép darab, de hát ugye elmagyaráz, egy pszichedelikusan struktúrált darabról van szó, vagy alkotásról van szó. És egyébként valóban létezett ez a Natalie nevű rajongó, egy dokumentumfilmben megtanáltuk, csak hát nem 10,5 éves, mint ő a szerepe szerint a darabban, hanem kicsit többnek, olyan 16-17-nek nézett ki, és valóban egy festménye. Tehát ezért való tényleg igaz sztori ez is, mint a többinek a nagy része is, ami ebben a darabban szerepel. Igen, itt mindent, ami az előadásban elhangzik, azt ők tényleg kimondták, tehát úgy lett összerakva a színdarab, hogy tényleg ez egy igaz történet alapján készült, tehát tényleg valós, tehát hiteles a színdarab, hű az eredeti, tehát az eredeti történtekhez, és hát ez egy humoros színdarab, mert hát ugye ők maguk is nagyon humoros emberek voltak, hát mivel nekik nem is a pénz volt inkább a fontos, hanem tényleg, hogy hát ők imádták ugye az éneklés, és nekik csak az volt a fontos. Hát először nagyon örültem, amikor bekerültem ebbe a színdarabra, mert hát 4 nagyon nagy legendáról van szó, és hát úristen, hát egy ilyen színdarabba szerepelni, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és most is. Meg hát ugye van még egy szerepem, most pedig ugyanúgy Paul McCartney rajongó vagyok, és egy hamuval futok végig az első sorban a közönség között, amit hát ugye mondom nekik, hogy hát engedjenek el, engedjenek arrébb, hogy nehogy kiessen a hamu a kezemből, és hát a végén tüsszentek egy jó nagyot, és hát Paul kimegyünk. Paul McCartney cigarettájából egy kis hamudarabot, mint a szállodában a rajongók, amikor várják, hogy valami rágót, vagy valamit találjanak a legenda után, hát így van ez a hamus történet, ez egy ilyen vicces sztori, de ez is állítólag megtörtént. Úgyhogy ez tényleg ajánlatos mindenkinek a darab, aki a jó Beatles zenéket szereti, hiszen az eredeti zenék vannak benne. Van, amit ugye visszajátszanak, és tényleg az eredeti zenéről van szó, a legtöbbet pedig ugye a társulat, a színészek, közreműködők énekelnek, és tényleg valóban megtörtént sztorikból áll össze maga az egész történet. És hát a vége a legjobb, amikor olyan 10-15 percnyi álló taps van, és visszajönnek a Hey Jude-dal, a Lenny Dislávval a szereplők, és hát azért itt meg kell említeni, hogy a Forgács Péter szerepétől a rendező, aki ugye például Voldemort magyar hangja, vagy David Hasselhoff a
az idősebbek kedvéért, és hát őt rögtön magával ragadta, akkor megszólalt először az olvasó próbán, és úgy leesett neki, hogy tényleg jaj, hát a Harry Potterben a gonosz magyar hangja, de nagyon jó viszonyt ápol a gyerekekkel, tartottak az elején, hogy hú, úgy hallották, szigorú, és a többi, de egyébként körülbelül fél óra után, amikor bemutatkozott mindenkinek Forgács Péter, ott voltam az olvasó próbán egy jó darabig, és elkezdte ő mesélni az élményeit a Beatleshez kapcsolódóan, tehát rögtön leesett nekem, hogy ő egy hatalmas Beatles rajongó, nem véletlenül, hogy mászott bele ebbe a történetbe. De amikor megkérdezte a gyerekeket, ő mellett ugye van még egy hasonló korú kislány, aki szerepel, hogy na hát gondolom ti a mai sztárokat szeretitek, Justin Biebert hasonló, vagy Timberlake-et, vagy bárkit, és akkor mondta, akkor én nem, hát én a Kovács Katit szeretem, meg a régieket, és Forgács Péter csak meghajolt, és mondta, hogy hát igen. Hát igen, azért ez ritka. Igen. Mikor lesz legközelebb ilyen vastaps, szerinted? Illetve pontosan tudunk már időpontot, az, hogy vastaps lesz, azt csak úgy sejtjük. Szerintem az összes előadáson vastaps van, tehát akárhányszor játsszuk, erre mindig is lesz kereslet, úgyhogy akkor ez egészen április pontosan elsője, mikor ugye? Lesz? Igen, április 1-én lesz, meg április 2-án lesz most Beatles. Most tervezik ugye a májusi időpontokat, most egyeztetik, remélem jó sok lesz belőlük, mert én minden nap csinálnék belőlük hármat, vagy bármennyit, én annyira szeretem ezt az előadást tényleg, tehát... Él benne, igen. Valami. Igen, igen. Hát soha nem újjon el ez a rajongásod és ez a lelkesedésed. A hosszú távú céljaidat apa mondta, hogy piros szőnyegen szeretnél lenni. Egészen konkrétan színésznő szeretnél lenni, vagy ez már megfogalmazódott ennyire konkrétan? Persze, biztos, hogy én színésznő szeretnék lenni, tehát ez egyértelmű, hogy musical színésznő, tehát én szeretnék énekelni, táncolni, tehát én ilyen színdarabokban szeretnék részt venni majd felnőtt koromban. Nagyon szorítunk, hogy ez megvalósuljon. Én azt hiszem, hogy ennek apa se látja akadályát. Nem különösebb. Mindig azzal vigasztalom magam, ha az nem jössz össze, akkor megyünk a tévébe és a rádióba. Ennyi. Helyetek pedig lesz szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánok. A nézőinknek pedig azt kívánom, hogy akinek gyerkőce van hasonló pályára, hogyha gondolkodnak, nyugodtan adhatják a gyereket, hogyha van benne ilyen tehetség, mint Korinában. És hát szerintem nagyon-nagyon jó életút áll előtted, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, még szerintem fogunk sokszor beszélgetni. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Bízunk benne, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Közel 100 pedagógus részvételével rendeztek erdészeti erdei iskolai nyíltnapot a Pákozdi Pagonyban. A rendezvény alapvető célja, hogy a résztvevők megismerhessék az erdészeti erdei iskolákat és azok oktatásra épülő minősített pedagógiai és szabadidős program kínálatát. Pákozdi Pagonyban közel 60-70 ezer látogató fordul meg évente, és ezeknek nagy része kisdiák, általános iskolás, óvodás, középiskolás tanuló, akiket hatalmas szeretettel és rengeteg programmal várjuk. Amit mi meg akarunk mutatni, az pont az, hogy a természet való együttélés mennyire fontos, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan viselkedjenek, hogyan, milyen tapasztalatokra, milyen élményekre számíthatnak, és ez a környezet tudatosságra való nevelés az elsődleges cél, hogy ezzel jussunk előrébb a fiatalok körében. Kérem, hogy emeljünk ki néhány fontosabbat, vagy jelentőségteljesebbet, esetleg látványosabbat a programok közül. Hát én most önös érdekből is elnézést, de a saját területünket nyilván mondom. Itt a Pagonyban 7 évvel ezelőtt hoztunk létre egy vadasparkot is. Tehát a hazánk, Magyarország nagy vadjait is meg lehet tekinteni szakvezetés keretén belül. Kilátó, erdészeti tanösvény, akkor tájmúzeum, halászati múzeum, a Velencei tónak a halászati kultúrájának, múltjának a bemutatása. Számtalan olyan program lehetőség van, amit az erdei iskolai programokon keresztül, vagy azon túl is bármilyen látogatónak rendelkezésre tudunk bocsátani. A kiállító között bemutatkozott többek között a kemp és a Sóstó Látogatóközpont standja is szeretettel várta az érdeklődőket. Vannak interaktív foglalkozásaink, amivel a pedagógusokkal készültünk, ugye egész éves tematikával, illetve a látogatóközpontban található kis interaktív játékokat is elhoztuk, hogy azt is kipróbálhassák. Illetve ugye nyilván mesélünk a Sóstóról is, mert több pedagógus ugye környékbeli, de még nem járt, úgyhogy azt is bemutatjuk természetesen.
melyik azok a programok, amelyeket a Sóstó mindenképpen ajánlottuk az érdeklődőknek, illetve a látogatóknak? Hát a látogatóközpont programjai az interaktív foglalkozásokból most kiemelkedő, ugye az áprilisi gyógyító Sóstó lesz, ahol a gyógynövényeket ismerhetjük meg, ami a Sóstón is van, illetve a márciusi vízvilágnapjához kapcsolódó foglalkozást is elhoztuk képekben, ami a Sóstó rehabilitációját mutatja meg, ami a vizes élővilágoknak a fontosságához kapcsolódik, és még egy júniusi, az egyik legnépszerűbb programunkat is elhoztuk, ami a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás tematikával készültünk. Az erdőháza standjánál a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság programjait lehetett megismerni. Tanulmányi Erdőgazdaság kiemelt helyszín erdeiskolai szempontból az Erdőháza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadaspark. Itt számos programmal várjuk az érdeklődőket az év egésze folyamán, és a mai rendezvényre ezt a kínálatot igyekeztünk elhozni magunkkal. Most már szerencsések vagyunk olyan szempontból is, hogy közvetlenül az Erdőháza Látogatóközpontunk mellett hamarosan megnyílik egy 40 fős szálláshelyünk is, tehát így módon akár a nyári időszakra már egy komplex kínálatot tudunk biztosítani, akár szállással és teljes ellátással is. Az ünnepélyes megnyitó után a programok folytatásában átadták az erdei iskolák minősítő okleveleit, a résztvevők megnézhették a vadasparkot, és szakmódszertani terepgyakorlati bemutatókat is tartottak. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének kutyakiképző iskolája új autóval gazdagodott, amelynek köszönhetően a kiképzők bárhova eljuthatnak az országban a látássérültekhez. Stábunk Várpalotán járt, ahol Nelson, a vakvezető kutya utógondozása is történik. Érkezik az új autó Várpalota belvárosába. Kata, a vakvezető kutyakiképző Csepelről házhoz ment a látássérült Dorkáért és kutyájáért Nelsonért, majd megkezdték az utógondozásnak nevezett foglalkozást. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutyaiskolája országos szinten összefogja a látássérülteket és képviseli az érdekeiket. Küldetés, hogy a számukra képezzen vakvezető kutyákat. Az átadást követően a későbbiekben, ha probléma adódna, a szervezet képviselői továbbra is rendelkezésre állnak. Ebben pedig nagy segítség a Jónak lenni jó című műsornak köszönhető gépjárműadomány, hiszen az autóval vidéken is bárhová el tudnak jutni a kiképzők, gyakorolni, vizsgáztatni, a látássérülteknek pedig nem kell utazniuk a szolgáltatásért. Egy ilyen alkalom általában a látássérültnek a lakóhelyén, vagy azon a helyen történik, ahol neki szüksége van erre a segítségre. A mi központunk az Csepelen van, és most Várpalotára eljöttünk Dorkához. Ebben az autó az iszonyú nagy segítség, hogy megkönnyíti, meggyorsítja a munkánkat. Több látássérültel, több kutyával tudunk foglalkozni, hogyha nem azzal telik el a nap, hogy el kell ide utazni és innen vissza. Úgyhogy így ebben egy nagy segítség, illetve Dorkával a lakóhelyén találkoztunk, és eljöttünk ide a központba, ahol a problémánk van, vagy ahol ezt ebben tudunk segíteni, és akkor itt tudtunk gyakorolni. Tovább előre! Nelson Kata első kiképzett kutyája, ezért különösen közel áll a szívéhez a páros. A segítő négylábú már 7 éves, ezért időnként szükség van a találkozókra. Látni kell, hogy hogyan is tudnak együttműködni. Jelenleg azért jöttem, mert hogy felújításra került itt Várpalotán a főtér, és kerültek le olyan plusz elemek ezen a főtéren, amik az autós forgalmat távol tartják a tértől, viszont ezek a kutya számára nehezen értelmezhető ugyanolyan szürke színű gömbök, és akkor ennek a gyakorlását végeztük most, hogy hogyan is tudja a kutya ezeket olyan biztonsággal kerülni, hogy Dorka ne essen el bennük. Dorka jelenleg gyógypedagógusnak tanul Budapesten, a Veszprém megyei Látássérült Szövetségnél pedig önkéntesként dolgozik. A fiatal lány gyakran utazik iskolába és munkába. Nelson nélkül ez nagyon nehezen menne. Alig látó vagyok, ez azt jelenti, hogy kb. 4-5%-ot látok még, de nincsen térlátásom. Úgy tudnátok elképzelni, mintha egy csőben látnék, vagy csőben néznék be. Mellette sötétben nem látok, illetve messzire nem látok még. Ebben ez nagyon sokat segít nekem, amikor közlekedünk, mert bejelzi azokat az akadályokat, amiket nem veszek észre, mert mondjuk belóg. Egy nagyon hebrencs kutyus volt az elején, ezért nekem tanulnom kellett az ő akaratosságát, és az ő jelzését, hogy mit is kell
számomra érzékelem az ő jelzéseiből. Illetve még a hangsúly volt, ami nehéz volt az elején, hogy mit is ért az én hangomból. De azt hiszem hamar összeszoktunk. Nagyon sokat segít nekem. A közlekedésen kívül abban is segít nekem, hogy nyitottabb legyek, könnyebben tudok általa segítséget kérni, sokkal pozitívabb személyiség lettem általa. A lány azt mondja, nagyon sokat köszönhet Katának és Nelsonnak, hiszen ma már nem okoz gondot számára a közlekedés. A jótékonysági műsorban összegyűjtött adományból vásárolt autó pedig a jövőben is jó szolgálatot fog tenni a kutyakiképzőkön keresztül a látássérülteknek. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.